Sziasztok! Már hetek, hanem hónapok óta nem volt videó. Nagyon sok dolgok történtek az életemben, és ez lesz majd az első videó ezek után. És ezt itt most egy pár perc alatt nektek el szeretném mondani, kaptok egy kis beszámolót tőlem. És mielőtt elkezdem, látjátok a hátteret. A világ egyik legszebb részén lettek most. Itt vagyok Kanadában, a keleti partján, 100 km-re Amerikától, szóval az állam Amerikától, és ez itt annyira szép, imádom. Hátul az ott már az Atlanti óceán, és itt folyik be a víz egy öböl. Ott kis süt a nap. Tegnap meg egész nap esett, most kemény 8 fok van, de fel vagyok öltözve. És még ezt meg szeretném mutatni, és utána elkezdem a kis dumámat. És ebben a házban lakom, egy 20 méterre a tengerparttól. Hogy milyen érzés itt lenni? Milyen érzés? Majd ha itt jó a net, mert nem annyira jó a net, akkor tudok még több videókat csinálni. Ez az egy ház van. És természet is én, és ez csodálatos. Ez egy ilyen 3 hetes kis nyaralás lesz, még 2,5 hét van hátra. Miért is tűntem így el? Mi volt a versennyel? Mi van, Krisz? Sokan nyitottok, hogy Krisz, te vagy a példaképen, hiányzok a videók. Tudjátok, az utolsó másfél-két év volt nekem egy kapcsolatom, amiről nem beszéltem. Mert ugye én ez úgy vagyok, a YouTube-ozás, ezt nem azért csináltam, hogy a privát életemet teljesen kitáljam, mert az nem tartozik senkire, meg ez a 2 éves kapcsolat, sokat nem beszéltem róla, sokat nem láttatok a páromról, nem posztoltam ki, ezeknek volt oka, nem én miattam volt, a lényeg az, ez egy nagyon nagy próbáltatás volt, ez a kapcsolat, nagyon tanulságos volt, de nagyon sok energiámat vitt el. És eddig sem volt most már erőm az utolsó hónapokban videót csinálni, mert elment a kedvem, mert az egész energiám arra ment rá, hogy megint helyre tegyem a dolgokat. Semmi és senki se tudott engem tönkretenni. Nem tudtak. Elestem sokszor is, utolsó 2 évben lent voltam, de mindig feljöttem. És most csodás dolgok történtek. Egy pár hete megismertem azt a nőt, azt az embert, akire mindig vágytam. És most azt mondom, hogy ugyanolyan, mint én, ez nem azt jelenti, hogy most beképzett vagyok, hogy pont magamat találtam meg, nem. Ugyanolyan, mint én, azokkal az értékrenddel, humorral, közös célok. Egyszerűen megtaláltam azt az embert, aki azt tudom mondani, hogy ez az igazi lelki társam, és csodálatos, és biztos vagyok benne, mert már erről beszéltem, meg fogjátok ismerni, vele fogom továbbra folytatni ezt a YouTube csatornát is, ő is fog szerepelni. Egy iszonyú, pozitív, bölcs nő. Büszke vagyok rá, és nagyon hálás, hogy megismertem. Szóval most a jövőben megint rendszeresen fognak főleg Magyarországon videók jönni. Ahogy mondtam, itt nem jó a net. Nem is tudom, hogy ezt a videót fogjátok látni, hogy sikerül feltölteni. Szóval ez egy pozitív esemény, amit akartam nektek mondani, hogy most egy 2-3 hete egy új kapcsolatban vagyok egy csodálatos nővel, aki nemhogy lehúzza az energiámat, hanem ad. És ilyen még egy emberre se volt szinte, hogy tényleg nem azt érzem, hogy kiszív, hanem hogy ha együtt vagyunk, akkor már egyedül is, önmagammal is nagyon sok energiám van, ugye észrevettétek a 350 videóban, míg átadtam, és ez a nő, ez ugyanolyan, mint én. Szóval én biztos vagyok benne, főleg a csajoknak is, a fiúk is imádni fogjátok a új páromat, egy csodálatos ember. És most mi volt a versennyel, Krisz? Ott voltunk Zsófival is, ugye, akit felkészítettem, első versenyen volt. Nagyon jó formában volt, én is jó formában voltam. Zsófi 12 emberből, csajból 5. lett, első versenyen nagyon jó. Nem fogom mondani, hogy első is lehetett volna, második, hogy miért nem lett jobb helyzet, leszarom, gondoljátok.
ez a verseny annyira objektív, hogy nem arról szól, hogy tényleg, hogy ki a legjobb. Az én kategóriámban, meg a klasszik testépítésben egyszerűen nem is tudom, hogy hányig lettem, az első hatban nem kerültem be, és voltak testépítők is, ami semmi köze a klasszik testépítéshez, de Zsófi és én mégis ezt megbeszéltük, örültünk, mert magunkból a maxot hoztuk ki. Szóval mi magunkat első helyezetre tettük, mert mi voltunk magunknak a legjobb verziójuk, szóval mi nagyon meg vagyunk elégedve, és nagyon jól is néztünk ki. Szóval ez történt. Hát most itt vagyok Kanadában, utána vissza fogok jönni. Megint ezerrel fogom csinálni a személyedzéseket, ami mindig egy szenvedélyem. És megint a YouTube-ot fogom csinálni. És ahogy mondtam, a szerelmemmel fogom csinálni. Ő egy nagyon bölcs nő, és majd látni fogjátok. Szóval ennyit akartam csak végig is mondani, hogy elmondtam nektek, hogy mi volt egy-két évenben. Egy brutál kapcsolatban voltam. Hogy pontosan most mit jelent, ezt nem fogom itt elmondani, mert ez nem tartozik senkire, csak rám, meg akivel együtt voltam. De sok mindent megtanított, és a lényeg az, hogy most itt vagyok, és most egy ember jött az életembe, akit nem kerestem, aztán csak ott volt, aki most úgy érzem, hogy nincs határ vele. És már önmagammal egyedül is ezt érzem mindig, de most, hogy ő itt van, fantasztikus. Remélem, hogy ti is jól vagytok, és ha mondom, ha sikerül feltölteni ezeket a videókat, akkor innen most jönnek vlogok is. Amúgy Andrissal vagyok itt, Andrissal kolléga, mert már hónapok óta megbeszéltük, hogy ki fog menni. És lájkoljátok, kommentétek, hogy a Kanadával kapcsán mire vagytok kíváncsiak, jó? Kommentétek. Remélem, hogy ti is jól vagytok. És hogy köszönök innen el? Hát elviszlek titeket, ide kicsit, innen szeretnék elköszönni, ezt nézzétek meg. Remélem, hogy hallottatok, mert fúj a szél, itt a öböl vége, itt kezdődik, ki a nap is mindjárt kijön, gyönyörű, és itt van a óceán, a nyílt tenger, és ti ott vagytok a túloldalon. 7000 kilométerre Magyarország, gyerekek. 7000 kilométer Budapest. Hiányoztok. Hiányzik Magyarország. Hiányzik párom. De most itt vagyok. És élvezem a természetet. Jó. Ennyi volt a videóból. És újra itt van Kriszó. Most többet nem fogok így eltűnni. Mert most csodás dolgok fognak történni. És remélem, hogy veletek is. Ennyi volt. És hello.